Én minden esetre jó estét kívánok. Szervusztok, és hogy ha van valami jó kérdésed, akkor szívesen veszem. Volt a Földön már atomháború. Ugye az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy a fejlődés állítólag lineáris, aztán közben mégis néha a bányászbékkal alól indítunk. Ugye ez a lényege. És valóban az van, hogy volt a Földön már atomháború, és voltak katasztrófák. Két nagyon nagy katasztrófa volt eddig, és most jön a harmadik katasztrófa. A Földön kívüliek szerint már nem sok idő van hátra. Szóval mert ők kiszámolták meg, látják a jövőt meg, szóval mindenféle huncutság van benne. És valamikor már ebbe az évben talán elindul a balhé, és aztán ez eltart még 30-32-ig. Tehát ez rossz időszak lesz, készüljetek föl, és a gyerekeket is készítsétek föl. Ne legyenek ilyen hülye idióták, mint ami erre nevelik, hogy ilyen kis semmilyen sem ért, semmit nem fogott meg még soha életében egy kést vagy. Szóval ilyen kis hülyét nevelnek belőle a szülők. Ez nem lesz jó, mert ha valami egyedül marad, akkor abszolút életképtelen. Tehát te vagy a felelős, utána az Isten előtt is, mert annyira túlkényeztetted, hogy a végén nem tanítottad meg semmire. Na most ez a másik az, hogy a technika is olyan huncutság, hogy most gondolj bele, hogy csak jön egy ilyen katasztrófa, mint mondjuk ma az én gépemre, otthon jött egy ilyen katasztrófa, nézem, hogy hát átírta az összes képfájnak valamiért a kiterjesztését. Mondom, hát mi ez? Ó, rákeresek, hát ez egy vírus, ajaj. Na, akkor rángettem a vírus keresőt, el se indult. Azt nyírta ki elsőnek. Aha, nagy gáz van. És akkor ilyen online vírus keresővel rászabadultam, megnéztem. Hát most még csinálja a gép, most már 3,5 órája. Keresgéli a gép a hibákat, és eddig olyan 35 ezer hibát talált benne. Szóval, hogy mondjam nektek, az van, hogy az ember saját magát is kicsinálja. Tudnivik, az van, hogy háború van, csak itt a naív világban, rózsaszín ködben húzkálók, a szépelgők, a gyertyagyújtogatók, nincs nekem sem a kegyelettel semmi bajom, hanem ez a füstölős, gyertyagyújtogatós női vonal, ami most nagyon elterjedt, ez nagyon szép békeidőben. Abszolút szép. Nekem tökéletesen tetszik. Egy kedves, aranyos, nincs vele semmi bajom. Csak amikor jön a baj, akkor bőven kevés, hogy gyertyát gyújtogat. Szóval föl kéne készülni valami, mert mondjuk nem tud főzni. Itt a pláne. Azt se tudja az alapanyagokról, hogy micsoda. Hát mindig csak készen megvette az ennivalót, azt megette. Ennyi volt. Mert ha keres elég jó, meg lehet tenni. Á, de nagy gáz van, mert hogyha nincs készen, mert semmi, kitört a balhé, akkor zűr van. Nézzétek meg most Brüsszelben mi volt. Ugye, jó lehetett látni, hogy mi volt. A sok telefonbuzi őrült tempóval elkezdett telefonálni, és a mentőket, a rendőrséget, nem is lehetett fölhívni semmivel, semmilyen erővel, csak a Facebookon keresztül tudtak üzengetni, mert egyszerűen még egymásnak is a rendőrök, mert olyan mérhetetlenül lefagyasztották a telefonrendszereket, alkalmatlanok ezek igazából, ekkora forgalomra, és amikor nem egyszer hívja, hanem 42-szer is be van indulva, remek kez a lába is be van indulva, és 42-szer tárcsálsz. Tehát az teljesen kiborulnak szerencsétlen telefonközpontok, és akkor baj van. Nem kis baj van, mert amikor a mentőt kéne hívni, hát nem tudják hívni. És ott hallnak meg emberek amiatt, mert ő ilyen lázasan telefonál. Persze értem én az ő felindultságát, de ez egy valamire rámutat, hogy ezek a rendszerek alkalmatlanok. Na most a másik. Mi marad meg egy ilyen technikából mondjuk egy nagy tűzvész után? Szinte semmi. Semmi, az agyagtábla megmarad. Az jobban kiég. Vagy van. Szóval az megmarad. Az tűz és vízálló, hogy megmarad. Kiég, és akkor még vízálló is. És akkor a föld alatt, vagy a homok alatt,
cserepeket most is kiássák ugye a régészek, több ezer éves cserepeket is kiásnak, és még egyben van. Vagyis, hogy azon megmarad az információ, és hiába fér el egy ilyen kis csipre olyan iszonyatos mennyiségű adat, ha nem lesz, amivel elolvasd. Nem lesz. Nincs egyáltalán semmi rendszer, nincs áram. Ugye mindjárt ott kezdődik. Na most a másik az, hogy volt ilyen óriási baleset, mondjuk repülő baleset, akik elkezdték a végén egymást megenni az Andokban volt egy ilyen baleset. Túlélték egy páran, jó páran, de az volt az érdekes, hogy meg volt a repülőrádió, meg volt a tápegység is, csak nem tudták, hogy kell bekapcsolni, mert focisták voltak. Hát lehet, hogy piszok jól tudott gólt rúgni, de bizony az elektronikához nagyon mélyen hülye volt, és mit csináltak? Rákapcsolták az egyenáram akkumulátort, ennyi volt a rádióadó, füstöt okádott, ennyi volt. Tehát tudtak volna segítséget hívni, ha értettek volna valamihez, de nem értettek semmihez. Tehát itt is arról szól a történet, hogy rá van írva, hogy AC, DC, de mi az? Mi ez az AC, meg DC, meg mi ez? Ez hülyeség, mi ez a hülye betű itt? Érted? Tehát egyszerűen ennyi az egész, és nem tud onnan kiszakadni. Tehát ő benne van a saját világába, és csináltak az amerikaiak egy statisztikát, hogy na nem most, hanem már ezelőtt vagy 30 évvel, ilyen pszichológusok, egyetemisták között járkáltak el nem ítélhető módon egy lehallgató magnóval, és megálltak mellettük, és fölvették, hogy miről beszélgetnek, vagy mit mondanak, miről szólnak a duma, és fölvettek, és kiderült, hogy hát igazából a beszélgetésnek a 95%-a az egóról szólt. Én, nekem, hozzám, tehát mindig magáról beszél. És nem érdekli a másik, hogy mit mond. Az alig várja, hogy ő is elmondhassa azt, hogy én, nekem, hozzám, velem, tehát mindig magukról beszélnek, és a többiek abszolút. So how do you do? Mit válaszolnak rá? How do you do? Azt válaszolják rá, hogy vagy? Hogy vagy? Ez ennyi volt. Komolyan. Amerikában nem érdekli a választ, nehogy azt mond neki, hogy jól. Nem várja, nem foglalkozik vele. Tehát ott ez már egy kicsit előbbre van ez az ego, és kész. És akkor ott vannak vagányosan, azért van annyi szingli. Ugye? Mert nem érdekli a másik. Milyen másik? Ki az a másik? Hát ameddig szexuálisan érdeklődik, addig egy kicsit érdekli, aztán kész, már nem is érdekli. Hát persze nem tudnak együtt maradni, mert annyira egoista, annyira önző, hogy nem tudnak együtt maradni. Mind a kettő önző. Egyik a királyfi, a másik a királylány. És akkor harcolnak egymással, mert nem hozza neki be a vacsorát. Mi az, hogy vacsorát? Tehát te vagy a nő. De jó, hát neked kell behozni a vacsorát, mert ő neki mindig behozták a vacsorát. Elétette az édesanyja a vacsorát, és megetette őt. Ami. Kiskanál, és ezt eszik a baba. És ennyire együgyű. Nem tudok erre mit mondani. Szörnyű. Tehát erre a rossz időszakra nem lenne baj, ha fölkészítenétek a gyerekeiteket, mert látható, nem kell itt semmi kuvikolás. Ha nem vagy vak, akkor látod. Tessék megnézni. Hogy most tulajdonképpen folyik Európa megszállása. Folyik. Teljesen szabályosan folyik a megszállás. És még mi szállítjuk a megszállókat. Na, ilyen sem volt még, hogy az ellenséges hadsereget mi szállítjuk. Mert hogy ők fegyvertelenül jönnek, és megy a rinyálás, tehát ennek megvan a nagy-nagy súlyi taktikája, megy a rinyálás, mindig síró nőket mutatnak, tudom én, nem vagyok lelketlen, hozzáteszem. De ez egy, szerintem, ha megkérdeznék a gyerektől, hogy ki az apja, egyikre se tudna rámutatni, mert lehet, hogy nem is az apja, hanem csak szereztek valahol egy gyereket, ma az anyját, apját lelőtték valahol, és akkor szerezték gyerek, és azt tartják maguk előtt mindenhová, és akkor az újságírók lázasan fényképezik, mint itt, amikor volt az, hogy a sírre levetette, lerángatott egy nőt, emlékeztek arra a filmre, és akkor lerángatta a nőt a sínre, ott a csecsemővel a kezébe, és akkor ott verte a fejét, meg csinálta a nagy palávert, a srác, és akkor abból kinagyították, hogy ott állnak a rendőrök és a nő a vasúti sínen. Azt az egy képet kiemelték belőle, de az, hogy nem is a rendőrök rángatták le, meg nem is ők tehettek róla, hanem a terrorról lerántotta a nőt,
lelökte, vagy lerántotta magával, az majdnem kitörte magát, szorongatta magához a gyereket, és előadta a nagy drámát, a nagy balhét csinálta, mert ez kell a sajtónak. Tehát ez egy rendezett buli, sajnos ez kell mondjam, hogy rendezett buli. És borzasztó tudnilik, talán nem tudod, hogy a dzsihád mit jelent. Talán nem tudod. A dzsihadisták, ugye, azt hallottátok már. Mit jelent a dzsihád? Tudod, mit jelent? Nincs határ, ezt jelenti. Tehát nincs asszony, nincs gyerek. Ha kell, a csecsemőnek belerakják a bombát a pelenkájába, vagy és felrobbantják. Ez a dzsihád. Tehát ez olyan kamikáze akció. És amikor egy nép nagyon el van keseredve, akkor ezt csinálja. Mindenhol ezt csinálja, meg fölgyújtogatja magát. Tessék észrevenni, hogy egy nép, amikor nem tud az ellenállni az erőszaknak, mert képtelen rá, nincs elég fegyvere, energiája hozzá, mert túl szelíd volt idáig, mint a tibetiek, ugye, ilyen dióverő puskákkal próbálták megvédeni Tibetet, ugye tankokkal meg gépágyukkal szemben, hát az nulla volt. Összes papot elkapták, agyonverték, vagy szétverték vasdurunggal a tökét, azt komolyan, és mindenkit ott kibeleztek, agyonvertek, és akkor bevonultak, ugye, és akkor felszabadították, volt a nagy dúlás, mint nálunk, ugye a török dúlás, a tatár dúlás, meg a felszabad dúlás, most lesz a negyedikén, ugye a felszabad dúlásnak az emléknapja, amikor is megszállták Magyarországot, ezt még az oroszok is így mondták, tessék utána nézni történészeknek, így mondták, hogy ez megszállás. Nem azt mondták, hogy felszabadítottak minket, hanem azt, hogy megszálltak. Az itteniek, propagandisták, azok azt mondták, és még meg is ünnepeltették velük. Volt is egy olyan vicc, hogy a török külügyminiszter kérdezte az orosz még annak idején, hogy lehet az, hogy ti 150 évig voltatok Magyarországon, és mégsem volt olyan túl nagy hatszacár. Ja, de mi nem ünnepeltettük meg a Mohácsi vészt. Szóval hát itt is arról van szó, hogy a világ most fortyog, újra elosztás van. Sőt, többféle hatalmas nagy projekt van, de tényleg nagy, amiben van olyan, amelyik teljes mértékben majdnem, hogy ki akarja nyírni a föld lakosságát. Ki akarja írtani az egész, tehát kb. 7 milliárdot ki akar írtani, az nagyon sok, 7000 millió ember. Ki akarja írtani. Meg akar adni egy 500 ezeret rabszolgának, aki ott hozza a kávét meg, amit a többi az mehet a lecsóba. És hát ezt valamilyen módszerrel akarja kiirtani. Ez sokféle módszert kitalálta, gonoszabbnál gonoszabbakat, és nagyon folyik ez is. Közben van egy másik, ugye, akik nemzetállamok akarnak visszaállítani, mert mint ahogy mink is. Vissza akarjuk állítani a nemzetségünket, semmit nem akarunk mi senkitől elvenni, csak a nemzetségünket akarjuk visszaállítani. De ez nagyon nem tetszik. Szóval ez azoknak, akik ki akarják nyírni amúgy is a rendszert, azok aztán végleg nagyon gyűlölik ezt. Mit akarnak ezek itt védekezni, hogy merészelnek? Szóval aki megpróbál ellenállni ennek az ökörségnek, mint hogy Európát itt elfoglalják, hát hogy merészelnek ellenállni ezek? Hát miért nem hagyják? Hát föl kell tenni a kezét, és hagyni kell. Hát micsoda az, hogy ő nem hagyja. Tehát azért nézd meg ezeket a műsorokat, hogy mi van. Most már 2 millió migráns jött be Európába, 2 millió, és annak az körülbelül 1,5 millió, ami biztos harcos. Tehát itt az van, hogy a televízióban néztem, és ment ilyen, hogy volt egy ilyen sejt, amit most Brüsszelben csinált a balét, abból lelövődöztek, meg elkaptak, meg minden, de hát ez egy 5 ember vagy 8. Szóval ez ilyen. Volt egy sejt, mondjuk egy 10 főből álló sejt volt, amiből elkaptak néhányat már, de föl van számva, nincs kész, bogárkám, abból a 1,5 millióból még fog telni. Fog telni, csak várják, hogy nem 1,5 millió legyen a harcos, hanem 3 millió. Tehát arra várnak, tehát valamilyen jelre várnak, azt látszik, ezerre látszik. Tessék majd észrevenni, hogy akik itt voltak, én ezeket megnéztem, ez mind kiképzett katona volt. A mozgásán látszik, hogy az nem egy ilyen hippi, aki ilyen virágokat tüsköd a hajába, hanem egy ilyen abszolút kiképzett férfi. Tehát aki úgy áll ki, úgy lép, úgy megy,
azon látszik, hogy nem ringatja segít, mint egy nő, hanem az úgy megy, mint egy férfi. Tehát nézzétek ezt meg, ha nem vagy vak, akkor ezeket észre lehet venni. És ezt észrevette a magyar kormány is, úgy egyébként nem volt hülye. Meg hát ugye közéjük vegyültek, és akkor figyeltek, hogy miket magyaráznak. Csak úgy mondanám, hogy akit te szívvel, örömmel, szeretettel a kemledre ölelsz, az a gyilkosod. Az higgyétek el nekem. Ezt mondta az iráni püspök, katolikus püspök. Azt mondta, hogy ne higgyetek nekik, egy szavukat se higgyétek el. Mert ha kérdeznek is hazudnak. Ne higgyétek el egy szavukat. Azt mondta az iráni katolikus püspök, mert hogy ő ott nagyon jó közöttük él, és ő nagyon jól tudja, hogy ez hogy is folyik ott. És nem gyűlöli őket, itt nem arról szól a történet, csak ismeri. És ez nem azt jelenti, hogy az arabok azok gonosz emberek. Félre ne értsél, mert nem. Csak maguk között. Ott, ha megvan, elveszett tőlük a vezetést, és ez talán nagy hiba volt, hogy elvették tőlük a vezetést, sorba elvették minden országtól. Azt mondták, hogy diktatúra, és akkor felszámoljuk. És csak éppen ezek nem értenek a demokrácia nyelvén. Nem is értenek. Azt se tudják, hogy miről beszélsz. Majd megszokják 20-30 év alatt, na addigra nekünk régen annyi lesz. Érted? Mert erről szól az egész történet. Na, tehát visszatérve a te kérdésedre, a Földet már többször sírretették így. Szeretetből is. Tehát már volt ilyen Mezopotámiában, és hogy kinyitották az ostromló hadseregnek, hogy gyertek, szívesen ígyatok, egyetek, itt vagy, annyi is lett, ugye, kibeleztek mindenkit, fölrancsíroztak mindenkit. Tehát hiába fogadta szeretettel, az nem úgy jött, és nem is azzal a célra. Tehát ezek majd dolgozni fognak, azt hiszed. A büdös, rohadt életben nem fognak dolgozni. Hát az 5%-uk talán, vagy 20 maximum. De akkor halálra hajtottad már magadat, hogy legyen 20%. Mert hogy nem akar se tanulni, se dolgozni, csak adja neki pénzt, jó sokat. Mi az, hogy az automat még nem kaptam meg? Milyen szar a wifi itt? Szóval ez megy, komolyan beszélgettem vele, és azt mondta, hogy hát milyen ilyen szar a wifi nálatok meg. Tehát igen, mondom, hát ilyen szar. És nem volt szar. Tehát nem volt rossz a wifi, hanem ő neki még jobb kéne, meg egy autót, meg egy szép villát, és akkor adtak nekik az olaszok villát. És úgy nézett ki a villa egy pillanat alatt, mint a disznó. Mindent összeszartak, szétdobáltak, mint a disznó. Úgy nézett ki az egész. És akkor, tehát miért nem küldenek takarítom őt? Érted? Hát azért itt, amikor elmentek, láttátok, hogy milyen csíkot hagytak maguk után, amire mentek. Láttátok, ezt nem kell bemagyarázni, hát láttátok. Na most, hogyha ezek vendégségbe jönnek, vagy menekülnek, és szeretetből jönnek, akkor talán nem hagy maga után ilyen mocsodikot. Mert ahogy elmentek, ilyen a drága ruhákon keresztül jártak, a drága pokrocokon, minden, amit hoztak ki a segélyeket. Az egyik helyen megkapták, azt ott letaposták, mentek a következő, ott is megkapták, megint letaposták, ezt csinálták. Hát a túrot. Hát itt vannak a bajok. Itt van Marburg. És már ki van tűzve, zászló. Hát igen, ezért sokan haltak meg, hogy így kitűzzék a zászlót, hát most nem kell. Igen. És már ki van tűzve az zászló. És van, ahová már nem mernek bemenni a rendőrök, meg még a katonasság sem nagyon. Nem is mernek már bemenni. Tehát vannak ilyen dolgozónák, ahová már nem mernek bemenni. A Brüsszelben is van ilyen dolgozóna. Hogy oda nem menj, ez azt jelenti, hogy no go, nem mész, mert ha oda mész, onnan nem jössz ki. Párizsban is van, meg az összes Marseille-ben. Ott Nizzában, tehát abszolút. És nem lehet őket megállítani. Gátlástalanok, pofátlanok, tehát bemennek a boltba, azt visznek valamit, aztán utánuk szólnak, még neki kell följön. Fölvesz valamit, azt elviszi, kész. Tehát neki ez ilyen, hát ilyen adó, vagy nem is tudom, hát jár ez nekem, hát ide jöttem vendégségbe, azt viszek, amit akarok. Csuda. Csuda. És még mindig nem ébredtek föl. Tehát Európa még mindig ilyen csipka rozsika álomba van, az emberek még mindig mennek velkomozni, meg mennek, nyomtatnak arabul izéket, és viszik le, hogy ezt kell mondani, ide kell menni. Tehát irányítják befelé erre Európába őket. És ezek európaiak. Bocsánat, ezek nem, még csak nem is régebbi kivándoroltak, hanem európaiak. Tehát mennek,
És akkor mennek, és mindennel próbálja segíteni. Viszi neki a drótvágót, hogy át tudjon menni határon, meg ilyenek. És ezt csinálják. Tehát ez az európai, tudod, hogy milyen hangos rinyálásban lesz, amikor ezek elkezdenek lőni? Tudod, hogy micsoda szűkölés meg rinyálás lesz? Te? Hú, ez fog a legjobban rinyálni, amelyik ott most nagyon tetszelget, mert fiataloknak kell a kaland. Ez kaland. Oda megy, kaland. Ez kaland. Azért megy oda. Oda megy, ott lőnek. Hát volt ilyen, hogy amikor a jugoszláviai háború még volt, akkor volt olyan német utazási iroda, aki kalandtúrát szervezett Jugoszláviába, adta kézgránátot, meg géppisztolyt, meg mit tudom, tényleg, és kalandtúra, és akkor itt lesz az érkezés, egy hét múlva itt találkozunk. Ha nem érsz oda, haver, annyi neked. Tehát ilyen kalandtúra. És ez tényleg igaz. Utána lehet nézni. Tehát olyan elképesztően őrült az ember, hogy ennél őrültebbet nem lehet elképzelni. Tehát őrült. Nem kicsit őrült, nagyon őrült. Tehát már ez a fajta ilyen a liberalizmusnak egy ilyen teljesen őrült változata már. Ez már nem a normális, hogy igen messzire esik. És ő fogja a legnagyobbat pofára esni a végén. Mert ő ezt valami szépnek gondolja. Hát ameddig nem lövik szét a segét. Na addig. De aztán már nem. És az lesz, higgyétek el. Mert hogy nem jönnek fegyverrel, ezek ártatlanok, ezek menekülők, szerencsétlenek. Hát nem is kell, hogy fegyverrel jönnek, csak éppen a görög határon elkaptak ilyen három konténernyi fegyvert, hozták utánuk a fegyvereket. Meg a lőszert. Érdekes amerikai lőszer volt. Szóval, igen, mutogatták a görögök, láttam. Mutogatták, hogy amerikai skulókat hoztak hozzá. Tehát valaki ezt vásárolja, és hozza utánuk, és valahol lerakják, mennyiből áll, amikor nincsen, ugye túl van a szabadsági jog randázva. Tehát akkor van a szabadsági jog, emberi jog. Jó, és akkor majd nézd meg, egyszer csak ezek a hiába, ott áll egy ilyen nyámnyila őr valami a kapuba, vagy egy kettő, vagy öt, hát az, amikor ott vannak ezren, és ezek mind kiképzett katonák, tudod, ez a nyámnyila őr mit fog csinálni? Nem tudja, hová bújjon, vagy fusson. Hát ezek nem harcosok. Hát ezek oda rakták, ez ilyen biodíszlet. Oda rakták, beöltöztették, és akkor ott a biodíszlet. De csak az első problémáig, aztán fut hazáig, a mama szoknyája alá bebújik, és kész. Ez lesz. Jó, persze, itt is vannak jó harcosok Európában, de hát ilyen ott vannak. Most látszott az atomreaktornál, a belga atomreaktornál. Láttátok? Hogy mi volt? Hogy lelőtték az őrt. Az atomreaktornál, elvették a belépő chipkártyáját, meg elvitték a rögzítőt, amiben látja az őr az összes kamerát az atomreaktornál, onnan látja, hogy minden rendben van. Elvitték, de miért vitték el? Na, mit gondoltam? Mi a francnak kell az a kis hülye memória neki? De nem tudják róla, hogy mi hol van. Hát ettől még nem tudja, hogy mi hol van. Tényleg nem. Hát lát egy kameraképet, de hogy az honnan közvetít, azt se tudja. V1, V2, 5, 52, mit tudom, valamilyen szám. Tehát nem tud, semmit nem tud róla. De miért? Tényleg miért kell ez? Na ez a baj. Mit? Az adás. Nem is adás, dróton megy. Miért? Hát, hogy bemennek a atomerőműbe, és közben pedig közvetítik, hogy nem történik semmi. Hogy minden rendben? Minden rendben. Hát ez az. Megvan neki a minden rendben kazettája, ahol minden rendben van. Azt ő elvitte. Na most mi történik? Megtámadják az atomreaktort, elsőnek lelövik azt, aki riaszthatna, mert ilyen alvatt aggyalott. Ilyen őrök vannak, szóval alvat agyalott ájudozik, mert egész napközben meg valami más munkát csinált, ott ájudozik az őr, alszik, lelőik, mint a kutyát, gondolkodás nélkül, mint most, és megtámadják az atomreaktort, és beteszik a lejátszásba azt a rendszert, és attól kezdve minden rendben van, minden kamera, minden kép, minden rendben van, az közben fenét van rendben,
mert lehet, hogy van valami másik őrségben, és annál is jön a kép, és akkor azt csak a technikát nézik meg, van hozzá szakemberük, hogy ott csak a képet lássa, hogy minden rendben van, az közben nincs semmi rendben, meg közben átvágják a torkát sorba az őröknek, csak nem veszi észre senki, mert csendben megfulladnak a vérükbe. Tehát itt kezdődnek a bajok, hogy abszolút készületlen emberek mindenhol, de tényleg mindenhol, abszolút készületlen, mert hogy vészhelyzetben abszolút nincs vészhelyzethez szokva, soha nem kellett neki a helyzetbe lenni. Á, jó van, ez minden operetté válik, tehát most lehet, hogy bőrült készültség van az atomreaktorban 2 hétig. Aztán utána minden operetté válik, úgy szoktam mondani, hogy szépen lassan fogy elfele, már nem figyel annyira, már a repülőtereken is ugyanaz. Hát nagyon megkipölték először minden részét, megnézték valakinek, seggel lukába is belenéztek, hogy van-e benne, aztán már nem. Aztán már egyre kevésbé, aztán már jól van, menjen. Így nézték csak meg, mert az munka. És ő nem akar dolgozni. Ennyi pénzért, hát 5-szor annyit keres, mint te, de neki akkor is az, hogy ennyi pénzért, kész. És nem dolgozik. Egy darabig dolgozik, ameddig látják. És ennyi az egész. Most attól kezdve, hogy ott volt a 9-11 után, a repülőtereken őrületes hisztéria volt. Őrületes hisztéria. Mindenkinek, mondom, a feneke lukába is belekukkáztak, hogy mit visz, hová visz, miért visz, mi van nála, mi. Eltelt 2 hónap, a újságírók kipróbálták, kést fölvittek, ollót fölvittek, mindent fölvittek. Borotvát, bármit föl tudtak vinni a repülőre. Mert alvat aggyalot nézegették ezek, pláne a belföldi járat. Tehát az alvat adja, nézegeti, és akkor ott van a nagy baj. Nem lehet lebeszélni erről. Mindenhol ez van. Tudod, hogy hányszor szóltak a pilóták, hogy itt nagyon szar a brüsszeli repülőtérnél? Tudod, hogy hányszor szóltak a pilóták? 100-szor szóltak, hogy ez nagyon rossz biztonsági rendszer, nagyon gyenge, baj lesz belőle, baj lesz belőle, baj lesz belőle. Jó lesz, az kész. Erről szól minden. És ez nagy baj, nagyon nagy baj. És ugyanez Európában, itt nálunk is így van. Tehát az van, hogy műszakilag is képzetlen emberek, meg emberileg is képzetlenek. Tehát ilyen kocsmatőtelék. Ezt hiába öltöztetik be akármire, agyilag zokni, és kész. És nem lehet rábízni semmit. Semmit. Akármit bízol rá, elrontja. Mint a szőkenő, amikor adnak neki 2 ilyen acélgolyót, és beteszik egy betonozott szobába, most mi lesz vele? Az egyiket eltöri, a másikat elveszti. Szóval ez is ugyanolyan. Hát ezek nem lehet semmit rájuk bízni, mert kész. Tehát ilyen műszaki, nyomkodó, valamiket hátam, 3 gomb van rajtam, a vége van. És ráadásul nem is akar dolgozni. Tehát ez a másik. Tehát nem küldetéstudatból dolgozik, hanem csak úgy ott van kinyába valami, ne halljon ilyen. Na. Tehát az emberiség történetében nagyon sokszor előfordult, hogy nagy katasztrófák voltak. Ezek a katasztrófák megvannak vízözön, de ott volt a vízözön monda, a tűzözön megvan, mind a kettő megvan, legenda. Hát az egyik az 5000 éve volt, a másik 7, tehát nem olyan túl régen, aztán volt 13600 éve is. Tehát volt ilyen nagy katasztrófa, amikor gyakorlatilag a Föld lakosságának a nagy része kipusztult. Tehát igaz, hogy nem is volt 7,5 milliárd ember, hanem csak ilyen 15 millió, 17 millió volt a tűzözön előtt, a vízözönnél meg kb. 5 millió volt összesen. Az egész lakosság a Földön. Tehát akkor még ez nem volt olyan nagy lakosság szám, de hát akkor is elpusztultak. Te se parancsolj. Ez a naptevékenységben, vagy pedig nukleáris tevékenységben? Volt nukleáris háború is. A védák megemlékeznek róla, hát körülbelül olyan legalább 40 féle űrhajót írnak le a védákban. Tehát nem az van, hogy ezek valahonnan jöttek, mert mindenki valahonnan jött. Tehát nem az, hogy jöttek a földön kívüliek és megtámadták. Most az lesz a következő, tehát a következő 15 évben, csak figyeljetek, most először is elismerik, hogy vannak földönkívüliek, be is mutatják a tévébe, úgyhogy beviszik a stúdióba a földönkívüli. Tessék, itt van. Mi az, hogy nincs földönkívüli? Tessék, megnézni, itt van. Tehát beviszik a stúdióba is, meg megmutatják, meg ez abszolút így van, és nem hamisítvány lesz, hanem abszolút igaz lesz. És utána a következő periódusban
a földön kívüliek ellen fognak fegyverkezni. Tehát arra kell az iszonyos sok pénz, meg a, megmentjük a földet, átverés az is. Átverés az is, mert itt is jól lehet látni, hogy honnan jön a pénz. Már ott azt biztos tudod, hallottad talán? Nem hallottad? Te nem izzettel, ez jó? Jól teszed. tehát ilyen, hogy honnan jön a pénz? Hát a Soros például küldözgeti a pénzt, tudod? De nagyon sok milliárdot küldözget, nem ám hosszú. Ezek a migránsok odaérnek a következő érintkezési helyre, mondjuk be kell neki Belgrádba jutni, vagy valami szerb automatához, oda megy az ATM-hez, beüti a kódját, és akkor vagy előtte küld egy SMS-t, hogy elfogyott a pénz, erre küld a számlájára pénzt, a saját számlájára, utána beteszi a kártyáját, kiveszi a pénzt, és ilyen stósz pénzzel távozik. Nem győzték az automatákat pénzzel tölteni. Iszonyatos mennyiségű pénzt vettek föl. Itt Magyarországon is. Hát ilyen 8-10 millió volt nála. Láttam a saját szememmel, hogy 8-10 millió volt nála. Nem ám az, hogy volt nála 20 forint, aztán éhezett szegény. Nem kellett annak semmi. Mert volt neki pénze bőven. A taxival eljött Szegedről, elment egyes halomra a taxival. Hát ne gyerekek, hát azért. Csak gondold csak végig, az mennyibe kerül? 780 a kilométer. És akkor ez nem volt a Csóringer, de voltak köztük persze olyanok is, de ezek zsoldosok, akik akkor kapják meg a zsoldukat, ha odaértek a következő állomáshelyre. Ha nem ér oda, nem kap pénzt. Ha késik, akkor már kevesebbet kap. Tehát megvan a szerződésben, hogy akkor már 50% levonás. Ha még akkor se érsz oda, már csak 25%-ot kapsz. Ez így működik. És ezért baromira futottak szinte, nem vetted észre? Hogy az országúton nem gyalogoltak, hanem szinte futottak. Olyan gyors tempóba mentek. Csak menjél így egy ilyen országúton, menjél így mondjuk 50 km. Menjél. Az M1-esen, a Strádán ott gyalogoltak. Tömegesen. És szinte futva mentek. Persze, ha nem ér oda a megfelelő határidőre, akkor nem lesz pénz, vagy csökken. Azt mondja nekem a keleténél a csávó, azt mondja, én már nem érek rá, mert így is már baromi sokat vesztettem. Mire következtetsz ebből? Mit vesztettél? Hát van pénzed a bankszámládon. Most mit vesztettél? Hogy aludtál egyet? Hogy most mit vesztettél te? Hát aludni néha kell. De inkább nem aludt, mert annyi pénz függött rajta, hogy ő odaér időre, vagy nem. Erről szólt az egész. Csak ezt a sok ilyen infantilis hülye gyerek nem veszi észre. Tehát, tudja, mert jönnek az emberi jogokkal is, hogy a bankszámlát nem lehet megnézni. Dehogy nem lehet. Dehogy nem lehet. Meg lehet nézni a bankszámlát. Nyugodj meg. Hát valakinek ma akarják nézni. Azt meg tudják nézni. Csak ugye nem lehet. Ez olyan, mint hogy az Apple nem adta oda most a... Nem adta oda most a feltöréshez a kódot, mert a gangstert a izék ezek ilyen arabok voltak, aztán ott lelőttek vagy 15-20 embert, legépuskáztak, és akkor ezeket elkapták, és a telefonjukat nem tudták kinyitni. És akkor a Apple-höz fordultak, hogy nyissa ki. Hát olyan nincs, mert ilyen emberi jog, olyan ember, amolyan emberi jog, mondták ezért. Azt, hogy ez legépuskázott 15-20 embert, ártatlan gyerekeket, az semmit nem számít. Az az emberi jog, hogy nem nyitjuk ki a telefon. Tényleg? A gangsterét se? Tényleg nem? Hát ez nem emberi jog. Ő neki van joga, nekem meg nincs, én meghalhatok az utcán, kész, fölrobbanthat, de ő neki jogai vannak. Hát esik megvédni, hogy az a fő gangster, aki itt a robbantgatást csinálta Párizsba, a legjobb ügyvédet fizeti. Ki fizeti neki azt a baromi drága ügyvédet? Hát ez a kérdés. Ki az, aki ezt finanszírozza? Ilyen gazdag ez, hogy a legdrágább ügyvédet tudja megfizetni? És meg tudja. Hát ez a nagy probléma ezzel az egész világgal. Nem kicsi probléma, nagy. Tehát, hogy mondja, minket hülyének néznek. De teljesen. Teljesen hülyének néznek. Na, tehát a nagy katasztrófákban, mint a vízözön meg a tűzözön, azon is el kell gondolkodni, hogy a vízözönről mit írtak le. Azt írták le, hogy még a hegyek is eltűntek, az Ararát se látszott ki, az 5000 méter fölött van, ugye?
Na most 5 kilométer vastag vízréteg, hogy jött a Földre? Ez a kérdésem. Nem egyszerű kérdés. Gondold végig. Honnan? Esett az eső. Azt mondták, ha-ha, értjük. Nagyon hülye vagy, fiam. Nagyon hülye vagy. Mert az eső miből lesz? A tengerből párolog, fölmegy, leesik, lefolyik a folyóba, megint visszamegy a tengerbe, és ezt csinálja, a körforgásban van. Na most honnan jött az a sok víz? Érted? Az esőből? Tényleg ilyen hülye vagy? De honnan párolgott? A tengerből, de az meg akkor apad. Tehát akkor annak csökken a 5 kilométer víz, nagyon sok, gyerekek, hát a tenger, átlagos tengermélysége 3-4 ezer méternél nem igen mélyebb. Nézzétek meg, hogy most hirtelen sokkal több lett, mint az összes víz, tengervíz most, még egyszer annyi lett. Honnan jött az a rengeteg víz? A víz, mert jött. De honnan? Nagyon érdekes. Mint a Holdból jött volna. Holdból. Hogy jönne ide a Holdból? Hát ez maraság, ugye, hogy jönne ide a Holdból? Nagyon érdekes, mert például voltak ilyen próbák, és nagyon feltűnt nekem, hogy a Karib-tengeren voltak ilyen próbák, hogy ilyen több száz méteres vízoszlop bugyogott egyszer csak föl, aztán le, kész. Csak ki, megnyitották, becsukták. Tehát nagy, őrült nagy szökök, úgy keletkezett, aztán vissza. Na de ez mi volt? Honnan jött? És utána hová ment el? A vízözönnél. Ugye ott volt? Jó, értem én. De 5000 méter vastag tengernyi víz elment. De hová? Hová tűnt az el? Hát ugyanoda, ahonnan jött bizonyára, csak itt rá föltöltötték, aztán visszatöltötték. Az Isten úgy határozott, hogy na itten rendet csinálunk, és csinált. Szóltam Noénak, hogy csinálj hajót, meg így, meg úgy. Hát, hogy akkor a 300 méteres hajót miből csináltott a sivatagban, azon azért gondolkodok. Szóval, mert hogy hát azért olyan nagy gerendák, meg ez 300 méteres hajó, az óriási nagy, gyerekek. Hát, óriási nagy. Ez akkora, mint egy ilyen nagy olajtanker. Na most egy ilyen nagy olajtanker azért annak, azért a tengeren azért van ám ott erő. Ugye a két végét föltámasztja a két bazi nagy hullám, középen meg ott van a 100 tonnányi fa, ami húzza lefelé a közepét. Hát az, a tanker is ketté tud törni egyébként, nemhogy egy fahajó, tehát ilyen nagy bazi nagy fahajót, mint a Noé fahajója, az azért érdekes. Arról nem is beszélve, hogy több baj van ezzel, ugye? Több baj van, mert a Noé az egyébként én tudom, hogy hol volt, mert az Algolon volt. De az Algol az nagyon messze van. Az 98 fényévre van, úgy kb. 98 fényév az nagyon messzire van. A Perzeusz csillagképnek a bétája az az Algol. Az ilyen démont jelent a név. És oda vitték át az állatokat, meg valamilyen kezelésre, valamilyen felújításra, nem tudom, generál javításra. Oda vitték át az állatokat, és hozták vissza 160 vagy mennyi nap alatt. Na most 100 évre, 160 nap alatt a mai elképzelések szerint abszolút lehetetlen elmenni. Abszolút lehetetlen. Akármilyen jó rakétád, meg akár, akkor sem. Tehát nem tudsz elmenni. Na most egy ilyekkora nagy bazi szerkezetet, mint egy 300 méteres hajó, pláne nem. Technikával lehet. Lehet-e fából űrhajót csinálni? Persze. Persze, abszolút lehet. Tehát az nem, hogy bádoglemezekből csinálnak, meg ilyen vas üzékből, zárt szelvényekből, meg űrhajók. Hát miből állnak? Mit gondolsz, hogy űrhajó? Ilyen vackokból állnak. Abszolút, de repülők, akkor lezuhan, nézd meg, mi maradok. Ilyen szecska, ilyen kész. Már amikor most már az autóban lesek, és láttatok már, hogy ilyen teljesen szétmálik ilyen kis apró szecskával az egész. Úgyhogy nem túl sok marad. Hát ez nem kell, hogy túl magasról lezuhanjon, már annyi neki. És akkor darabok majd szét. Ezzel megint baj van. De lehet-e fából csinálni egy űrhajót? Hát, hogyha rakétákkal akarod fölemelni, meg vákumban mész a világűrbe, azért légritka tér van, nem teljesen légüres, de légritka nagyon.
Hát oda már ilyen űrhajókkal nem bírsz fölvinni állatokat, ugye, mert megfulladnának, nincs levegő. Na de akkor mi a fene van? Hogy lehet ezt megcsinálni? Van-e ötletetek? De megcsinálta, érted hozzá. Tehát lehet, hogy csinált egy nagy fatartályt, és ezt neveztük bárkának, de ha megnézed, ugye eleve nem vihette csak úgy el az állatokat, mert ha nem hibernálja le, vagy nem csinál valamilyen technikai hókuszpókot vele, akkor ez a rengeteg állat, ez iszonyatos mennyiségű kaját igényel, és arról nem is beszél, hogy mennyi melléktermék keletkezik ott abba a bárkába. Szóval elképesztő mennyiség. Szóval egy ilyen őrült nagy termet megtöltene naponta. Szóval akkora mennyiségű trágya meg vizelet keletkezik. Na, és akkor azt hová tette? Vitte magával? Vagy mit csinált vele? Vagy recirkulálta? Tudod? Mert ilyen is van, hogy recirkulálta. Csináltak itt is ilyen kísérleteket már, a japánok csináltak ilyen kísérletet, hogy szarból próbáltak élelmiszert csinálni. Nem hülyeskedek. Valahogy komolyan mondom. Nem az, hogy azzal akart igen megetetni, csak kísérleteztek vele. És ez igaz. Utána lehet nézni. Persze, mert a nagyon nagy távolságú űrhajózásnál, miért te nem, most úgy néznek néhányan rám, hát azért, csak úgy gondolj bele, hogy a buzdatáblára mit szornak ki, trágyát, drágám, tehénszart. Aztán bizony, aztán. Szórják kifelé a tehénszart, szépen szétszórják a trágyát, és abból lesz a szép fehér kenyér. Bizony, bizony. Ugye, mert hogy ilyen megy a szépelgés, na jó van, ilyen affektáns szépelgés megy az közben, meg jó van, gyerekek, ébredjetek fel ebből a királynő álomból, mert nagyon furcsák vagytok, nem? Hogy mondjam neked, ez annyira nem tudja, hogy miből van, hogy mit tudom én, ilyen természetgyógyász, doktornő, orvos barátnő, ő nagyon vegetáriánus, és mondom, hogy jó van, és akkor odettük a gyulai kovaszt, ő is ette, és akkor, te bazin vegetáriánus vagy, tehát tényleg, komolyan. Miért ez miből van? Hát mondom, jó van. Azért 36 éves vagy, azért már azért ennyi eszed lehetne, hogy a gyulai kolbász miből van. Szóval valami húsból, szóval minden esetre nem répából van. Szóval komolyan, és ilyen dumákkal, hát mondom, áltatja magát. Tehát ő mindent megeszik, csak ő vegetáriánus, és hallottak, hogy az a jól hangzik ez a vegetáriánus. Na jó van, hagyjatok már vele a hülyeséggel. És tényleg ez van. Az ember mindenevő, csak úgy mondanám, hogy a fogazatunk mindenevő, gyerekek. Nem répára termett meg krumplira, hanem mindenevő. Tehát különben nem lennének ilyen szemfogaink, tudod, hanem kéne tépni időnként valamit a fogadtam. Hát már persze az agyonfőzött kajáinkat már nem igen tépjük. Ki is hullik a fogad már 40 éves korodra, persze, mert nem ráksz vele. A vegetariánusok is ünneplik a húsvétot? A vegetariánusok is ünneplik a húsvétot? Tényleg, milyen jó! Mert hát ugye a húsvét az azt jelenti, hogy hús lehet most már enni. De hát akkor mit tesznek a vegetáriánusok? Ez a répaét. Nem húsvét, hanem répavét. Vagy nem tudom. Tehát ilyen, jó van. Szóval az a lényeg, hogy nagy pusztulások voltak, és ezek a nagy tűzözönben, vízözönben alig maradtak életben a Földön. És hát közben voltak nagy háborúk is. Tehát Földön kívüliekkel is. Ezt még a 3500-5000 éves írások még elmondják. A mostani történetírók azok már lehazudták a csillagot az égről, úgyhogy azt el lehet felejteni. A másik, a keresztény történetírás is lehazudott, meg a zsidó történetírás is lehazudott mindent a csillagot is az égről. Azért, mert ugye a teremtés 6700 éve volt, tudom én, és kész, és itt semmiféle ősállat meg izé nem volt. Aztán találtak egyre több ősállatot, és akkor elkezdtek sumákolni. De tényleg, addig őrült nagy harc volt, hogy hát ilyen semmi, az Isten akkor teremtette a világot. És tudod, milyen nagyon érdekes? Hogy részben igazuk van. Miért is mondom? Újra teremt. Bőzony, mert a tűz meg a vízözön után, akkor újra teremtette a rendszert. Mert hát nem volt semmi, üres volt. És akkor újra teremtette a rendszert, és akkor újra beültették a fákat, megcsinálták, állatokat hoztak újra, és így tovább.
Tehát a Noé által elvitt állatokat visszahozták, de akkor azok már regenerálva voltak, föl voltak kizéve, update-elve, és akkor kiszedték belőlük a rá egyéb problémákat, mert voltak bennük, és akkor ezeket update-elték, és akkor így működött. Valamit föl. Na itt van a Noé bárkája, látod, és akkor... De nem voltak ennyien ám rajta, szóval ez csak olyan jó hangzik, de... A családja néhányan voltak. Nem voltak túl sokan, de kikezelte ezt a az őrült sok állatot, ugye? Mit csinált? Hová rakták? Ez a kérdés. Mert kiszámolták már ilyen emelet, olyan emelet, meg is építettek ilyeneket már fizikailag is. Megépítették. Tehát ilyen hívő, akinek sok pénze volt, meg gyűjtöttek még rá pénzt, és őrült nagy ilyen bárkákat építettek már, vagy ötöt építettek biztos ilyen. Mert minden áron szeretnék bebizonyítani, hát persze én nem tenném azért fel az óceánra ezt a bárkát, úgy hozzáteszem. Hiába építették meg, összeszögeltek deszkából, úgy néz ki, mintha, de azért én nem tenném föl, mert az első ilyen hullámverésnél annak annyi lenne, szétesne a darabok. Ugye, mert de nem arra épült, hogy ez együtt maradjon, hanem arra épült, hogy bizonyítsák, hogy belefér ennyi tehén, meg ló, meg szóval erről szólt a történet, és nem arról, hogy abban tényleg meglehetett a fizikai valóságban a történet. De mégis igaz, és volt ilyen meditációs közöttek régen, amin a Noé bárkáját én megmutattam. Egy nagyon érdekes, ez egy űrhajó, de nagy, nagyon nagy. És megmutattam a Noé bárkáját, és nagyon érdekes volt. A vezérlőpult, meg minden megmutattam, hogy hogy nézett ki. Úgy meg van kopva, hogy hát ha már milyen 6000 éves, tehát sokan olyan látogatók annyian jártak, hogy már lekopott a lekophatatlan bevonat. Tehát ez egy lekophatatlan bevonat. Ez olyan bevonat, ami elkophatatlan, az is elkopott. Mert annyi millióan jöttek, mentek rajta, hogy lejárták róla a bevonatot. És már időnként kilátszik a padló alatt a fém. Tehát fém ötvözet van alattam. És ez kilátszik. Fantasztikus. De megmutattam így, hogy beülhetsz, aztán megnézheted. Aztán azt a viccet csináltam, hogy kivettem alól a széket, egyszer csak aztán segresett és a mezőn találta magát, szóval egy ilyen viccet csináltam vele, hogy tessék. Tehát, hogy láttad, itt vagy, megmutattam. Én csak azt tudom megmutatni, amit láttam. Amit nem láttam, azt nem tudom megmutatni. Amit én láttam, azt meg tudom neked mutatni. Parasikon, meg lehet mutatni. De csak az én, ami gondolatban teljesen megvan nekem, mint egy film. Azt le tudom neked játszani, és azt látod. És nem hazugság, ott van, meg lehet nézni. De csak azt tudom megmutatni, tehát nem tudok akármit, vagy akárhová nem tudnak elvinni, csak ahol én jártam. Tehát ahol jártam, el tudok menni, de akkor előtte el kell menni földeríteni, mert veszélyekben nem szeretek én senkit sodorni. Utána meg kell nézni, hogy ott az, hogy mondjam, valamennyire megbízható helye. Igazán megbízható hely a világon sem létezik. A világegyetemben nincs ilyen hely, hogy semmilyen veszély nincs, azt felejtsd el. Hát azt felejtsd el, ilyen nem létezik, itt sem. Itt ülsz, de csak egy ilyen ilyen ekkora gambi nagy kő, és itt egy gödör marad, aztán szia. Érted? És akkor mi van? Mert ez annyira így van. Ez a mennykő. Ugye? Tehát lejön, és úgy jönnek ám ilyen sziklák meg kövek a világűrűen, rendszeresen jönnek. Nem ám az, hogy hát talán egyszer majd, meg 100 év múlva meg, felejtsd el. Hát az rendszeresen jönnek, az tetszett az a ejtőernyős, aki mellett lement egy ilyen meteóra. Fölvette a kamerájával, a fejkamerájával, ahogy nézgelődött, egyszer csak a képen így 4-5 képen rajta van, hogy megy le a meteor. Mellette, nem túl gyorsan jött, nem füstölt, nem volt egy kő darab, jött, zuhant lefele mellette, közel. Nem volt tőle, mit tudom én, 30-40 méteres. Ott mellette esett lefele. Jött lefelé ilyen papunernyővel, ott vigészkedett, egyszer csak hopp, ott megy lefelé a meteor. Tehát ilyen mindenhol lehet, és hát ha lassan jön, tehát nem ilyen kozmikus sebességgel érkezik, hanem csak mint egy téglát ledobnál az emeletről, hát az is, hogyha fejedre esik, akkor pap leszel, az biztos. Az nagyon csak nem vacakol. Hát nagyon sok ilyen meteor baleset volt. Volt, hogy itt Németországban a Palinak átment a Vádlián egy ilyen kis pici kavics, ilyen kis körömnyi, ekkora kis kavics, és még a lukat ütött az aszfaltra is. Tehát átment a Vádlián, és hopp, még belállt az aszfaltba, aztán kiszedték, ott volt egy ilyen kis meteor kődarabka. Tehát ilyen ekkorácska.
Tehát az fejedet találjál, akkor az annak annyi, mint a fejbe lőttek volna. Ilyenek vannak. Tehát a biztonságra mondom, hogy felejtsd el. Soha, sehol nem vagy biztonságban. Tehát ezeket elereztem magam, és akkor hát az csak egy naív csinálja, azt se tudja, hogy hogy működik a világ. Tessék, van csak. Meg is van ez a nyelvben, hiszen szoktuk egymásnak mondani, hogy majd itt mellett találkozunk, ha csak a fejemben nem esik egy kő. Igen. Ez egyik a másik, mert a kérdés, melyiknek nagyobb a valószínűsége, hogy egy tégla esik az ember fejre, vagy hogy egy ilyen kő? Hát nem tudom. Elég egy nagy melűnő nagyot lélegzik az erkénél is. És neked annyi. Hát, igen. Én nekem már esett le ilyen cserépa. Nem találta a szerencsém, mert megálltam, rossz érzésem volt. Megálltam és így puf, leesett mellettem. Hú, mondom, vaj. Meg hó is ilyen tetőről. Hú, az vagy ötször. Ilyen őrült nagy mennyiség, jól lezudult. Tehát Pesten divat a tetőkről lezudult. Van ilyen hófogó, de nem mindig fogja meg. Meg már rozoga, meg lerosdásodott, és akkor túl nagy a hó, akkor azért azon átjön. És akkor egyszer csak így ott izé valaki zambázik, és nyakába érkezik egy ilyen teherautónyi hó. Durva. Igen. Ha szerencséd van, és nem nagyon jeges, akkor csak kellemetlen. Fejbe nyom az is. Ó, kérdés. A televízió működési elve ellentmondani látszik annak a dogmának, hogy az elektron helyzetét nem lehet pontosan meghatározni. Akkor hogyan írhatunk vele sorokba rendezve, köszönöm szépen, egy képet, ugye az a kérdés, hogyan írhatunk vele sorokba rendezve nekünk tetsző akaratunk szerinti mintázatot, ez neki nem akar kijönni. Tehát, hát kérem, ez egy őrült nagy tévedés, mert egy elektron nagyon pici, és az egész sztoasztikus elektron felhő egy atom nagyságú nagy felhő legyen, akkor is 10⁻⁸ centiméter, tudom én. Na most ez egy akkora pici pont, amit el sem tudsz képzelni. Tehát a tévé képernyőjén az egy tényleg nagyon, vagy a számítógépet képernyőjén az egy nagyon-nagyon picike pont. És ez a nagyon picike pont, ebbe már ilyenekből össze lehet rakni, már sokkal rosszabb bontásba is, tehát rosszabb pixelszámba is, látod azért a képet, csak már olyan kockás csúnya. De amikor egy kicsit jobb a bontás, akkor már teljesen valóságos képnek látod a filmen, tehát nem azt látod, hogy kockák ugrálnak előtted, hanem abszolút valóságnak látod. Sőt, bele is éled magad a szereplőkbe, meg a, mit tudom, a filmet nézel, izgulsz, hogy most sikerül neki fölmászni, nem sikerül neki. Tehát abszolút beleéled magad. Nincs ott semmi, de te úgy eljátszod magadba az, hogy az van. Tehát ott a szereplő tényleg harcol, meg csinál valamit, de nem csinál az ott semmi. Ilyen képpontok össze-vissza rohangálnak a képen, és te meg azt nézed embernek, virágnak, mit tudom, aminek, hát jó van. Beleéleted magad ilyenbe, de a tévétechnika ezt bőven lehetővé teszi. Tehát ez a véletlen elhelyezkedése egy elektronnak, hát ez nem. Ez egy olyan picike kis pont, felhőcske, de olyan picike, hogy nem látnád, még a százszorosát se szabad szemmel, hát akkor meg nem számít. Tehát olyan finom bontásnak számít, az már a szemed nem bír annyit, nem, nincs annyi megapixel a szemed. Tehát, jó. Hát ez most nem akar összejönni ez a technika, valami nem tetszik neki. Igen, lehet, hogy átlép tájítva a képernyő volt. Valami nem stimmel. Jó. Na. Azt mondja, az első atombomba a Trinity felrobbanása előtt is ismerték elég pontosan a nem proletár fizikában a kavitációt. Ez is része volt annak a félelemnek, hogy begyújthatja a légkör elég nagy részét, teljes egészét. Ez valóban így volt. Valóban így volt. Tehát attól aggódtak, hogy ez a robbanás begyújtja a légkört valahogy, és egy akkora energia felszabadulással jár, amit nem lehet megállítani. Tehát ez a bomlás, ez automatikusan tovább terjed aztán az egész légkörre, és nem csak a légkörre, hanem még a föld anyagára is, és akkor mindent megeszik ez a robbanás. Tehát volt ilyen félelem, aztán nem jött be. Ugyanígy volt egy ilyen dráma most a CERN-be, hogy amikor csinálták a Higgs bozont, hogy
hogy olyan őrületes tömegek fog, több állott össze, mert összecsapkodnak egy néhány ilyen szutyok volomatomot, de hát tényleg szutyok és vacak. Hát az mennyi? Semmi. És abból is lesz fekete lyuk. Tehát ilyen elképzelés volt. És bejelentették, hogy ebből lehet fekete lyuk, azaz el fogja nyelni a Földet, de megcsinálták a kísérletet. Ettől ember az ember. Tehát, hogy nem baj, ha beledöglünk, semmi. Ugyanúgy az, a Trinity még ugyanez volt, hogy megcsináltak a kísérletet. Mert két dolog versenyez az emberben, én vagyok a legnagyobb, vagy én, nem én vagyok a legnagyobb. De ő akar lenni a legnagyobb. Hogy őróla nevezzenek egy szaros hidat. Hogy az egész Föld elpusztul, az nem számít. Egy szaros hidat róla neveznek el. Vagy egy bolygót, vagy egy mit tudom én, micsodát. És akkor én vagyok a legnagyobb. Hát miért vagy te attól a legnagyobb? Nem vagy te attól a legnagyobb, hogy egy kődarabot elneveznek róla, egy ilyen holdat, vagy mit tudom én mi. Tehát a Galilei is elnevezte magáról, ugye a négy holdból az egyiket úgy hívta, hogy Io. Az azt jelenti olaszul, hogy én, hát hogy olaszul. Én, az ott én vagyok. Milyen érdekes. Az a hold, én vagyok. És azt hiszed, hogy vicc, nem. Az a bolygószerán, az működtette őt. És ezért azt mondta, hogy az én vagyok. Persze, nagyon érdekes. Csak ő sokkal többet tudott a kozmoszról, sokkal többet, mint amennyit ma egy átlag, az biztos, hogy a mai átlag embernél is messze többet tudott. Már csak csillagászatból is, meg mindenből sokkal többet tudott, de meg általában. Tehát általában is okos volt. Él most magyar. Kedves barátom, él most is magyar. Megtaláltam a Galileit, a Nérót is megtaláltam. Sokáig Olaszországban élt, mert Róma mellett élt a Néró, aki fölgyújtotta ugye Rómát. Egy olasz felesége volt, aztán most egy magyar felesége van. És ő meg magyar. Aztán megtaláltam a Petőfit, az meg stewardess. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelennyit látom. Hát tényleg, nem? és elment stewardessnek, hogy a rónák végtelennyit látja állandóan. Fantasztikus, érdekes. Hipnózisban meg kijött az abszolút, hogy ő volt Petőfi. Tudta is a Petőfi verseket, minden. Persze, hát ő írta. És tudta is. Tehát amikor visszavittem az előző életébe, hát ott úgy lehet aztán történelmet kutatni, az igazságot is meg lehet tudni. Tehát a történelmi szereplőket, meg az írókat, meg ezeket így, hogy mondjam neked, egyre rózsaszínabb bugyiba húzgálnak bele. Mindig rózsaszínabb kis virágocska, kis viszecske, kis... Szóval mindig jobban kidek. Tehát egyre inkább egy ember fölötti valamit próbálnak bele csinálni. Ilyen szenté próbálják ezt avatni, és akkor ez történik. Mert a Csokonai nagyon sok disznóverset írt, csak azokat nem hozták nagyon nyilvánosságra. Hallottam, a Fészeklubban szavarták ezeket, és színészek szavarták, ilyen jókat. Persze, ilyen Csokonainak ilyen disznóverseit, mert voltak. Ilyen trágár versei voltak neki, csak hát azokat nem tették vele az általános iskolai tankönyvbe, de voltak ilyenek, és nem csak neki voltak, hanem festőknek is voltak ilyen rajzai, meg a... rengeteg. Csak hát azokat nem szokták virítani annyira. Hát, mert a szenti avatáshoz ez nem annyira jó. Tehát az, nem stimmel hozzá. Tehát ilyen nagy szentet kell csinálni. Hát aztán azért vannak problémák, de ezeket megpróbálják ugye félre söpörni, hogy ne írjátok ezt le, mert ez nem olyan jó, hogy mit tudom, ilyen vérbajba ad meg. Hát ez nem olyan jó, tudod? Hol kaptad? Hát ugye, ez a nagy gond, hogy hol kap. Na, tehát ismerték a kavitációt valóban, akkor már, és a kavitációnak egy érdekes megnyilvánulása a cárbomba. Az egy óriási kavitációs bomba. Az egy óriási kavitációs bomba, és abban nem is kell annyi sugárzó anyag, mint gondolnád. Abszolút nem. Cárbombában alig van, az oroszok csináltak. 55 megatonna robbanó ereje van, 55 millió tonna TNT-vel egyenértékű durranást tudott produkálni. Ha azt hozzáteszem, hogy 20 kilotonna, vagyis hogy 20 ezer tonnányi robbanóanyagnak megfelelő volt a hiroshimai, az meg 55 millió, érted a különbséget a 20 ezer meg az 55 millió között? Mekkora bombákat csináltak? Tessék, Macsony! Én úgy tudom, hogy a
szovjetek azzal nyertek nagy előnyt a nukleáris fegyverkezési versenyben, hogy rájöttek arra, hogy a lítiumnak a hatos izotópját, hogyha hasítjuk, akkor ugye két lítium már hasadt szét, és az a sokkal könnyebb szerkezetű bombát is lehetett csinálni, mert ugye ilyen sziget... A lítium az könnyű? Igen, egyrészt, másrészt meg könnyebben, könnyen hasadt tríciumnak. Két tríciumra szétmegy, és akkor ott van a, igazából a nehéz hidrogén, amivel a hidrogénbombákat lehet csinálni, és akkor attól kezdve ott van. Tehát a lítium az egy nem olyan nagyon ritka földfém. Tehát lítium azt lehet találni, az nagyon sok van. Lítium vegyületek van. A kérdés ami ehhez kapcsolódik, hogy mikor kezdtek arra rájönni, hát hogyan kezdtek arra rájönni, hogy nagyon sok a tiszta energia felszabadulás és nincsen kihullás. Erre hogy jöttek rá? Hogy ez mivel mérik? Hát a neutronbomba még egy érdekes. Neutronbomba. A teáskannánál fedezték föl, hogy ugye mi újság van, hogy a víz az sziget. Az elnyeli a neutronokat a víz, igen. Mert láttam ilyen felvételt, nagyon jó volt, a KFK-ba csinálták filmfelvételt a kávéfőzőről. A régi autopress, tudod, a kupolás történő autopress kávéfőző, és akkor benne a víz korom fekete volt, mint a tustinta lenne benne, az alumínium átlátszó volt. Tehát az alumínium kávéfőző az átlátszó volt, mint a üvegből lenne, de a fekete tustinta víz az ott volt benne. És akkor elkezdett bugyogni mert ez egy kávé lefőzését végig fölvették filmre, marha jól nézett ki, elkezdte fölnyomni a tölcsérbe a fekete tintát, aztán elkezdett kifolyni a kifolyót. Piszok jó felvétel volt róla, és ilyen, mit tudom, ilyen hűtőgépe, hűtőberendezéseket, egyébként lehetett vele tesztelni menet közben. Tehát ezzel a neutron forrással le lehetett filmezni, egy speciális neutron kamerával le lehetett filmezni a dolgot. Mint ha most egy ilyet robbantottak volna föl Jemenben. Bizony. Hát kosoltak róla az itteni hírek, de mintha ilyet robbantottak volna föl. És az Al Jazeera-n láttam. Meg még három csatornán láttam, ilyen keleti csatornán. Műholdakon lehet nézegetni ezeket, és ott nézegettem, hogy bizony, mint hogyha tényleg felrobbantottak volna, mert lehet ilyet csinálni, filmfelvételt, szélhámoskodni, mit tudom én, de nagyon jól meg volt akkor csinálva, mert amikor odaért a sugárzás, akkor ilyen fehér villózás volt a képen, akkor odaért a nagyon erős neutron sugárzás, akkor a targetje elkezdett villogni ennek a kamerának. Tehát, mert elektronikus, és a becsapódások olyan nagy becsapódásokat csinált, sokkal nagyobb, mint a fénykvantumok, és akkor az ilyen nagy villózást csinált rajta, és ilyen zajt, amikor odaért a neutron sugárzás, ami egy picit lassabban ér oda, mint a fény. Már robbanás már ment, amikor odaért a neutron sugárzást a felvételen, és bizony, mint hogyha robbantottak volna egy ilyen neutronbombát. Tessék, parancsoljon. A neutron sugárzás fókuszálható lencsékkel? Neutron sugárzás fókuszálható lencsékkel? Bizonyára igen. Csak nem tudjuk, milyen lencsét kell csinálni hozzá. Mert hogy a neutronokkal az a probléma, hogy ott semleges. És a semlegeset nagyon nehéz fókuszolni. Nagyon nehéz fókuszolni, tehát az elektromos fókusz nem jó, a statikus fókusz nem jó, elektrostatikus fókusz nem jó, akkor a tömegfókuszálás annak van értelme, mert hogy én azzal kísérletezgettem, és érdekes, lehet olyat csinálni, ilyen mikroszkópot mondjuk, amiben nincs is semmilyen lencse. És azzal szórakoztam, hogy csak két luk. És azzal is lehet olyan lukoptikát csinálni, ha jól képzem ki a luknak a... nem mindegy, hogy nem ám csak így átfúrsz egy lukat, szóval nem így, hanem ott a luknak a karakterisztikája számít, hogy az milyen torzítást fog csinálni. Mert ez a széle felé négyzetesen nő. Tehát a lyuk széle felé, a közepétől kifelé, az négyzetesen nő a torzítás. És azt kell kijátszani, hogy azt úgy, hogy az a négyzetes torzítás lineárisra valahogy egy kicsit áttornászni, hogy ne legyen annyira torza kép. És lehet ilyen csinálni, és tudod, mi volt a nagyon érdekes? Hú,
A Műszaki Egyetemben volt egy tanárbarátom, és amikor erre én rájöttem, és éppen ezzel voltam elfoglalva, meg szórakoztam, akkor ezt elvitték valami földönkívüliek, akik nincsenek egyébként, és megmutattak neki egy távcsövet, amiben belenézhetett, és látta vele a Szaturnuszt és a gyűrűjét, de úgy, hogy így kézből. Tehát nem volt benne semmi ellen, és át lehetett nyúlni rajta, és mégis látta vele, mert olyan optikai hatása volt ennek, hogy különféle anyagból készült ilyen gyűrűk voltak, meg nem csak hogy gyűrűk, hanem ilyen ék alakú, meg majdnem félgömb, szóval ilyen parabolikus, tehát különféle ilyen felületű gyűrűk voltak, belülről gondolom a felületet, talán még a gyűrű összetétele is még változott, tehát még bele volt valamilyen betét rakva, meg mit tudom, azt nem látta, csak úgy gondolkoztunk róla, és akkor azon így átnézett, és olyan nagyításban lehetett látni, hogy még látta a Szaturnusznak így a gyűrűjét. Fantasztikus. Fantasztikus. És így megmutatták, meg elvitték ufózni egy kicsit, vezette az ufót, és persze nagyon boldog volt, nem mondom, sem kell. Jó, hát azt elmesélni nem fogta, nem mesélt el, de mert hogy sok ilyen, vagy 5-6 ilyen barátomat elvitték már, akik ilyen kutató barátok, nem visznek el akárkit, szóval nem vagyok én utazási iroda. Nem is én döntöttem, hanem csak valamiért kiszaszerolták és elvitték, megmutatták neki. Tessék, Pancsó. Azért kérdeztem a neutronsugárzás fókuszálására, mert a nagy erejű gammasugárzás katasztrófákat, amiket néznek ma már űrteleszkóppal kint a világűrben, ott a probléma a gammasugárzásnak is a fókuszálása, az óriási probléma, de valamit elértek és valamilyen lyukeffektus használ. A gammát lehet fókuszolni, mert az fényjellegű. Tehát az fényjel, a gammasugárzás fényjellegű, az egy fénykvantum, nem elektromágneses, de fényjellegű, és a fényjellegű dolgokat lecsukat. Úgy egyébként a radart is először bakelitlencsékkel próbálták fókuszolni. Bazi nagy bakelitlencséket gyártottak, és abban az időben találták fel a bakelitet, nem régen, és akkor ilyen bakelitlencséket gyártottak. Az olaszok kezdtek el ilyen radarokat csinálni, az igazából a hajóknak a felismerésére volt kitalálva, hogy a nagy vastömeget észrevegye. És akkor a csatahajók jönnek, akkor azt lehessen látni. Radaron. Hát ez egy komoly cárbomba robbanás, ez rendes rendet vág. Még 400 kilométerre levitte a háztetőt meg az ablakokat, mint kivitte. Hát akkora légnyomása volt neki, 400 kilométerre a gyerekek. Hát az Magyarországnak a közepén egy ilyen erdúron, aztán Magyarországon egy ablak sem marad. Hát erre is 250 kilométerre, arra is. Hát figyelj, kiviszi az összes ablakot. Még Ausztriában is, meg Románban, Erdélyben is kiviszi az ablakokat. Gyerekek, őrült nagy detonáció. Őrült nagy. És ez a veszélyhelyzet fönnáll most. Mert ezek a bolond fegyverek ott nyugszanak egyelőre, ott nyugszanak. De egyszer elkezd egy bolond bövöldözni, vége lesz. Akkor vége lesz. Akkor azt megállítani szinte már lehetetlen, mert akkor már bosszút áll egyik, a másik az egyik, és akkor az vége. És hát, senki nem marad a földön, mert az van, hogy lemenekülsz egy ilyen metróba, meg egy hétig. Na, egy hétig, aztán elfogy a kaja. Azért csinálták ezeket a metrókat úgy, hogy ilyen ABC áruházakba föl lehetett jönni lentről, a metrótól, ilyen csatornákon föl lehetett jönni, és akkor hogy le lehetett hordani onnan még kaját. Ilyen balhé esetén. Tehát fölmásztak, hogy azt így találták ki, hogy akkor onnan lehet kaja utánpótlást még szerezni föntről, és akkor le lehet mérni egy doziméterrel, hogy sugároz vagy nem, és akkor megvolt, hogy a zsírnak le kell vágni a tetejét, hogy mert a teteje radioaktív, de a belseje még jó, szóval ilyenek voltak, hogy ne halljunk ilyen. És akkor ilyen volt. A metróknál van is ilyen atombiztos kapu. Ha mész le a metrónál, egy ilyen széles ilyen kapu, amit leeresztenek föntről, és le lehet zárni, a lépcső aljánál van, nézzétek meg, le lehet ereszteni azt az atombiztos kaput, és akkor az oda aztán már be nem tudsz átmenni azon, azt nem nyitogatják föl, csak azért, hogy engedjenek be, engem mindig itt hagytok, szóval ilyen, hát az nem fogja be, nem fog aztán már beengedni. Tessék? Ilyen pöttyös gumiszőnyeg van rajta. Pöttyös gumiszőnyeg van rajta, jó régi
fajta pöttyös gumiszonyag, ilyen kerek pöttyök vannak rajta a gumiszonyagán. Nézzétek meg, nagyon érdekes, és ilyen fém üzék vannak, de egy ilyen sáv. Jól lehet látni, hogy az hogy van. Időnként leszokták engedni próbára, hogy még működik-e. Amit az amerikaiaknál a Pentagonban időnként ilyen lekenték szívével, egy kis parafinolajjal lekenték a gumit, azt fölvették, mint a lecserélték volna a pénzt. Aztán, hát persze, aztán amikor volt a Pentagonban a bali, akkor majd megfulladtak lent a pincébe szerencsétlenek, mert nem zártak az atombiztos bunkernek a gumijai. Mert már ilyen öreg szar volt, ilyen 30 éve szar, lekenték egy kis szízével, parafinolaj, aztán jó, hát, ugyanaz a szélhámosság, mint itt a katonasságnál volt, tudod? Ugyanaz a szélhámosság. Glicerinnel kenték le, így van. És akkor úgy nézett ki, mint a új, lecserélték volna azt a rózsebet, cserélték le, lekenték egy ecsetet, aztán jó van. Fölvették őrült nagy pénzeket, mert speciális, meg ilyen speciális, olyan speciális. Na. Hát itt van, most le van engedve ez az ajtó. Jó, hát mondom, hát egy-két hétre túlélhetsz itt len, egy ilyenben, de hosszú távon mi a fenét kezdenek? Tehát elfogy a kaja, elfogy a levegő is, és akkor a szűrők is elfogynak, mert a szűrők is elfogynak, mert cseréled a szűrőt, az elfogy a szűrő egyszer csak, és fönt meg olyan rohadt rádióaktivitás van, hogy annyi neked. Hát ez ilyen, és akkor senki nem éli túl, tehát az, aki megnyomta a gombot, és azt hiszi, hogy én vagyok a császár, vagy tarossebet a császár, olyan sugárzó arccal fogsz rohangálni két hónap múlva, hogy csak úgy zörög. A csontod. Ott lenne a tepsiben. Hát persze. Ezek ilyen hülye emberek, ilyen hülye ilyen hatalmi mámorban vannak. Tessék már csak. A kavitációnál az anyag az eltűnik a létezésből. A kavitációnál az anyag eltűnik a létezésből, így van. Ilyen temporális hatása is van. Igen. A cárbombánál ez mennyire jelentős? Nagyon nagy. Őrült hőhullám megy. De ilyenkor az idő... Időanomáliákat is okoz. Nagyon komoly időzavarokat okoz. Tehát elkezdenek az atomórák sántikálni meg, mindenféle bajokat ezek okoz. Ezek ilyen másodpercek a tört részei? Igen, nem is annyira tört részei. Lehet, hogy akár 3 másodperc is. Tehát nem is annyira tört részei. Komoly nagy időanomáliákat okoz. És olyan, hogy megnyit olyan kapukat, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát átjönnek ide olyan dolgok, ami nem jó, hogy ide átjön. És erről szó volt, meg beszélnek róla, de nagyon fű alatt, hogy voltak ilyen kísérletek, több ilyen térugrásos, meg amikor a Philadelphia kísérlet, vagy az Aurora, amikor már repülőgépekkel kísérleteztek, hogy eltüntessék a repülőgépeket, ilyen próbáltak átjutni a párhuzamos univerzumban, meg vissza, meg szóval ilyenek már voltak, és ez a furcsa bolondság, ez átengedett ide olyan erők, olyan szellemeket, vagy hogy a fene tudja, aminek nem lett volna szabad ide átjönni. Nem tudnak vele mit kezdeni, és nincs ellene fegyver. Tehát még kimutatni se tudja. Tehát ez a zűrös. A Földön kívüliek egyébként nagyon látnak, olyan, ha parasíkon elküldtem lelket a Földön kívüliek űrhajójába, mert volt ilyen, akkor meglátták, és meglátták a Marson élők is, meglátták. Úgyhogy gyorsan el kellett húzni onnan a csikot, mert megpróbálták elkapni. Igen, igen. És nem tudott megmozdulni, leragasztották, hopp, de aztán elhoztam, de nem volt egyszerű. Tehát komoly hókuszpokot kellett csinálni, hogy el tudjam onnan hozni, mert a lelkét megfogták. Igen, ez nem játék. Nem játék, veszélyes. És a Marson is érdekes felderítő túrákat tettünk. Hú, nagyon érdekes. Van élet csak a Föld alatt bent. Tessék, Marcson. A cellbomba robbantásánál azt hiszem, hogy egy több ezer méter magas gránithegy tűnt el, és azt vették észre, hogy nem kimutatható a légkörből, és elkezdtek a tamadagozni, hogy hova tűnt. Mert a szárbombánál nem iszonyatos mennyiségű rádióaktivitás keletkezik, hanem őrületes fényenergia szabadul föl, de őrületes mennyiségű. Tudnék, a kavitáló anyag nagyon nagy, hogy eltűnt egy hatalmas nagy hegy, azért gondolj bele, hogy akkor az a rengeteg anyag elkavitált, és abban iszonyatos mennyiségű fény van. És az egyszerre kiszabadul, mert
abban a pillanatban, hogyha egy anyagi részecskét te megszüntetsz egy trükkel, egy ilyen kavitáció trükkel például, akkor annak hát itt van a hiroshimai hóban, ott az a kis légypiszok ott alul, ott a bal sarokban az a két kis légypiszok, az a Hiroshima meg a Nagasaki, meg ezek a... Aztán jöttek egyre nagyobb bombák, és az oroszok csináltak egy ahhoz képest ekkora nagy robbanó erejű bombát, azért látod az arányokat. Az egyik egy ilyen bolha szarott a sarokba, az volt a Hiroshima. És ehhez képest ilyen őrült nagy robbanást csináltak. Szóval, ja, és azt mondták, hogy tulajdonképpen akármekkorát is tudnak csinálni. Tehát ez csak nem mertek nagyobbat sem, mert féltek, hogy ebből még valami nagy baj lesz. Lett is belőle ez az, mert kiszabadít szellemeket, meg lelkeket, meg ilyeneket is, amiről a tudomány egyáltalán nem is tud, sőt hallani is akar. De egészen addig még nem történik vele valami. Tehát ameddig nem a szobájába kísért egy szellem, addig ő nem hiszi el. Úgy acsarkodik, hogy lehülyéz, mindent csinál, fúj rád, minden. Hát amikor a szobájában valami huncutság, kis poltergész jelenség van, tudod? Kis 300 kilós tölgyfaszekrény kijön a sarokból, tudod? Amikor megtörténik. Nem lejt a padlón, nem ám. És eljött tele könyvvel. Ilyen nagy tölgyfaszekrény, tele könyvvel pakol. Hopp, kijön a sarokból egy fél méter. Akkor hoppá, hogy mozdult ez meg? Megpróbálod visszatolni, ha ezt azt nem tudod visszatolni, ha nehéz. És akkor erre föl ez meg kijön. És nagyon sok ilyen van. Nem egy, nagyon sok ilyen van. Komolyan. Ilyen eset, poltergeist ugye a német neve, de ez erre mindenfelé van. Itt Magyarországon is nagyon sok ilyen volt. Sőt, nálam is volt, már nem egy a lakásomban. Ilyen eset. Olyan is, hogy eltűnt a cigarettám gyufával együtt. De úgy még itt volt az asztalon, és így rá akartam nyújtani, így nyújtam utána, és még a kezem innen ideért eltűnt. De néztem éppen oda a cigarettára, és azt láttam, hogy ilyen csíkos lesz, és zsuf, és így eltűnt. Tehát ilyen csíkokra tűnt el. Nem ilyen egyszerre eltűnt, hanem ilyen csíkos lett, aki egyébként is csíkos volt, mert Szofiáné volt, és az is ilyen csíkos volt a nyomtatása. De nem az volt, hanem így... ilyen átlátszó csikok váltogatták a nem átlátszó csikokat, és azok is egy pillanat alatt eltűntek, tehát mire oda nyújtam, ott nem volt semmi. Aztán volt olyan poltergeist, az is nagyon érdekes volt, az meg otthon volt, ültem az asztalnál akkor is, és azt láttam, hogy egy ilyen nikkelezett kis golyócska, kis fényes kis golyócska, jön-megy ottan az asztalnál. Ilyen körülöttem ott, mászkál. Mi ez? Megfogtam. Így elkaptam, megfogtam. És erre kirántotta a kezemből. És eltűnt. Tehát észrevettem, hogy én észrevettem. Tehát ő nem akarta, hogy lássam, csak valamiért elrontott valamit, és én láttam, hogy ott valamit ottan tüsténkedik a szobámba. Csak úgy fogtam, és csak megfogtam így a kezemben, és erre puff, elrántotta, és el is tűnt. Aztán nem láttam többet, szóval egyszer láttam ilyet, de jó pofogottam. És hogy mi volt ez? Hát valaki a párhuzamos univerzumban ott kavar, vagy a 4D-ben ott kavar az én lakásomnál, és akkor én ezt nem látom, csak valamit, ha elront, akkor átlátszik valami, átjön a ide, és akkor itt is látszik. Tessék, Racsó. A poltergeist jelenségeknél mi a magyarázata annak, hogy ilyen nehéz tárgyak megmozdulnak, könyves volt, szengeteg ilyen van, hogy nem borulnak le a könyvek, hanem kipattan, és úgy maradnak rajta a könyvek, és nem esik le. Volt egy poltergeist, az nagyon érdekes volt. A Debreceni Egyetemnek az egyik professzoránál voltunk fönt, aki nagy szkeptikus volt, és egyszer csak a könyvespolcról valami gonosz szellem kiütött egy ilyen kódex nagyságú könyvet, kiütött, és így kirepült a szoba közepére. Az ő kibillent, mondom, persze, de akkor odaesett volna. De az odaesett. Így nem esik ki valami a polcról, hanem úgy, hogy kidől, és oda leesik. De olyan nincs, hogy fogja magát, és egy méterrel kievesik, hát az nem létezik. Az is érdekes volt. Az ott, így a szemünk láttára történt. Ilyen van. Ilyen van. Sok ilyen poltergeist, a mozgató szellem azt jelenti a szó. Sok ilyen mozgató szellem eset van. Hát a tudomány nem foglalkozik vele, mert ilyen nincs. Tehát egyszerűen nincs. Ezt nem is lehet megismételni ráadásul, mert ez nem olyan, mint egy fizikai kísérlet, ami hol sikerül, hol nem, de szóval amit azért nagyjából meg lehet ismételni, vagy egy kémiai kísérlet. És akkor
ezt nem lehet megismételni, mert nem kétszer ugyanúgy nem történik. Hol így történik, hol úgy, hol amúgy, de azért vannak ilyen esetek. És nagyon-nagyon sok fejezés van rá. Nagyon sok. És olyan dolgok történnek meg, ami lehetetlen. És az mégis megtörténik. De ez, hogy kijön a könyvespolc, és... Kijön a könyvespolc, és nem dőlnek le a könyvek. Ez hol? Hát ez is. Időben helyezi át, vagy... Nem tudom, mit csinál vele, kitolja valahogy. De azt meg lehet tanulni, tehát a szellemekkel én beszélgettem, azt meg lehet tanulni, hogy az anyag a kölcsönhatásba lépje, azt külön meg kell tanulni, szóval azt ő automatikusan nem tudja. Hanem vannak ilyen tapasztalt, dörzsölt öreg rókák a szellemek között is, és azok megtanítják, ha akarják, hogy hogy lehet ezt megmozdítani egy tárgyat. És akkor meg tudod mozdítani a tárgyakat. Egyébként te is meg tudod, nem kell hozzá szellemnek lenni. Tehát vannak ilyen tárgymozgatók, rengeteg ilyen van, hogy így fogja magát, és arra tolja a könyvet az asztalon, de nem nyúl hozzá, nem a szél viszi arra, nem! Így arra tolja, és kész. És amint a Luke a kardját kiúszta, tudod, a jégből, a csillagok háborújával, hát ugyanúgy, tehát a tudatoddal kell megmozdítani. Az a lényege, hogy én vagyok a tárgy. Ez nagyon skizósan hangzik, ugye, hogy én vagyok a tárgy, de hülye vagy te. De igen. Tehát akkor tudod megmozdítani, ha én vagyok ez a könyv. Ha nem én vagyok, akkor nem tudom megmozdítani. Úgy működik, mint a kanálhajlítás is, az is nagyon érdekes, úgy működik, hogy én vagyok a kanál. De hogy történik? Ez egy olyan, mint a fázisfordító tükör a fizikában. Van ilyen fázisfordító tükör, azt ilyen speciális távcsöveknél kezdték használni, az amerikaiak kezdték használni ilyen speciális távcsöveknél, amit sivatagban, meg ilyen nagyon forró terepen használtak, mert hogy mit tudom én, a látóhatár annyira a forróságban annyira imbolygott, hogy mit tudom, jött egy tank, de nem tudták, hogy az a sajátjuk, vagy nem a sajátjuk, mert annyira imbolygott a kép, nem lehetett látni a felségjelzést, de semmi, még a típusát, csak látszik, hogy az olyan tank nem nézott ki, De nem lehetett látni rendesen, és akkor csináltak egy ilyen fázisfordítós távcsövet, és avval meglátszik. Ammóniával csinálták azt az elsőt, hogy egy ilyen dunsztos üvegszerű valaminek, aminek egy síküveg volt a teteje, tehát nem egy ilyen bádog, mint ahogy most szoktak rácsavarni, ott egy lapos üveg volt, és abba belevetítették a képet, meg vissza. És visszaállítja, mint az időben elcsúsztatná, képzeld el. Tehát mit tudom én, itt van egy ilyen félig átteresztő tükör, itt van egy A betű, kivágva egy bádogból, Luke, A betű alakú. Itt van, és utána egy katedrál üveg, a katedrál üveg így szétszórja teljesen ezt a képet, tehát ha megnézed, akkor nem látszik, hogy mi van ott igazából, mert kicsit messze van az alvető, nem rátéve, akkor nem látod, csak olyan fény van ott, de hogy az micsoda, azt nem igazán látod, mert a katedrál üveg annyira szétbontja ezt a képet. Olyan, az a rücskös katedrál üveg. Na most ide tesznek egy ilyen félig átteresztő tükröt, ide teszik ezt a ammóniával megtöltött, az nem a nagy dolog, szalmiakszesz, az nem egy drága dolog, tisztítószernek használják, és a ammónium hidroxid egyébként, ammóniának vizes oldata. És oda teszik ezt az üveget, és itt van egy nézőke, és egy lencse, ahol nézem. És tudod, az érdekes, hogy ha ide teszem az ammóniás üveget, akkor elkezdem rendesen, élesen látni az A betűt, pedig már innen, ha így néztem, nem láttam semmit. De ez visszaállítja, amit az időben visszavinni az eredeti állapotára. Tisztán látszik rendesen az A betű. Mint a rendes üveg lenne, nem katedrál üveg. Tehát összerakja újra a képet. Ami lehetetlen. Jó lehet kukolni vele a csajokat a fürdőszobában, mert azt hiszi, hogy nem látod, de látod. Na látod. Tehát az a lényeg, hogy a kanálhajlításnál is mi van. Magad elé fogod a kanalat, és azt gondolod, hogy te vagy a kanál. De nem csak azt gondolod, hanem a tudatodban mi jelenik meg, amikor te vagy a kanál a kezedben. A kanál egy ekkora nagy kanál, ugye, mert hogy itt van egy normális méretű kanál, ez gömbszerűen tágul, de mire eléri a fejedet, már ilyen nagy kanál, mert itt fogod magad elő, ugye ennyi a
távolság egy ilyen nagy kanál már, ami előtted van. És ha azt tudod, meg tudod csinálni, hogy mint egy fázisfordító tükör a kanálra, egy kanálméretű kanalat vetítesz vissza, ha egyébként a, még innen vissza is vetíted a kanalat, akkor meg már ekkora kanál lesz belőle. Ugye, mert még vissza is megteszi az utat a kép, a hullámtér. De hogyha vissza tudod oda kicsinyíteni a kanálra a kanalat, ezt kell megtanulni. Ez egy érzés, nem tudok neked mit mondani, egy érzés. Amikor azt az érzést meg tudod csinálni, akkor görbül a kanál. Különben nem. És 4D-s a jelenség, nem 3D-s. Tehát nem lehet a fizikára csak úgy egyszer a, hát mert a kezét bekent a savval, mert ilyen hülyeséget van, persze, savval, aztán eltűnt belőle a kanálból darab. Tehát leesett a kanál kettétört, nem csak hogy elhajlott a kettétört, de a két darab nem illett egymásba. Itt eltűnt belőle egy darab. Hova francba tűnt el a kanálból az a darab? Ilyen nem egyszer volt. Nagyon sokszor. Én láttam ilyen kislányt, ilyen 5 éves kislányt, mondja nekem az anyja, most hogy adjak egy kanalat a gyerek kezébe? Látta a tévében ezt a kanálhajlítást, ilyen jól tudta csinálni a kis csajszi, és arra mentünk, ezt csak bementünk megnézni már. Figyelj! Egy ilyen csokor esztájgot az anyja a kezébe rakott, kést, szolingeni acélkést, tehát nem ilyen ócska proletárkés volt, hanem olyan igazi jó kis acélkés, meg minden. Figyelj, kezébe adta, merőkanál, mindent, és mint az elhervadt pipacsi, így lekanyult a gyerek kezébe. Na, erre varjál gombot, haver. És ez pici gyerek volt. Na, akkor adószámunk, itt van az adószámunk, hogy ha valaki támogatni akarja a kutatást, akkor szívesen látjuk a támogatást, és akkor tartsunk egy kis szünetet, és akkor innen folytatjuk.